A tünde. Ki az a tünde? Szőke Tünde vagyok, Nagyváradon születtem, ott jártam iskolába. Mikor jártál itt utoljára? Talán, hú, gondolkodnom kell. Talán 98-ban végeztem. Édesem. Hát elég nehéz döntés előtt álltam akkor. Igen. Hogy egyetem. Te mindig tanítónéni akartál lenni, tanár. Hát én tanár is, de akkor még ugye abban gondolkodtam, hogy maradjak itt a divatbemutató, hát vagy fotózás, vagy menjek egyetemre. Na hát, jól döntöttél, fiam. Ja, tehát... Te meg vagy elégedve. Én meg vagyok, én akkor, jó döntést hoztam. Akkor az a jó döntés. Az a jó döntés, kicsi lány. Az egyetemet Temesváron végeztem, informatikát tanultam. Álmodtam egy nagyobbat, hogy akkor nem Temesvár, hanem Magyarország. És 2004-ben költöztem Magyarországra, és azóta is az Evosoftnál dolgozom. Orvosi technika, szoftvereket fejlesztettem az elején, azt csinálhattam, amit tanultam. Úgy éreztem, hogy fejlődök, nagyon jó volt a csapat, nagyon jó volt a közeg, és nagyon szerettem itt Budapesten. Utána kiköltöztem Németországba. Németországban már ipari szoftvereket fejlesztettünk, és 2010-ben költöztem vissza Magyarországra, akkor felajánlották a projektvezetői pozíciót. Én mindig is tudtam, hogy nem feltétlenül a projekt az, ami engem jobban érdekel, sokkal jobban érdekeltek az emberek. És kaptam 3 projektet, körülbelül 40 kollégát, akit irányíthattam. Ez nagyon tetszett. Amikor ezt a lehetőséget megkaptam, tudtam, hogy tényleg ez az irány, ahová fejlődni szeretnék. Tavaly augusztusban meg is pályáztam az ágazatvezetői pozíciót, és nagy örömömre meg is kaptam. Úgy tekintettem rá, mint egy nagy felelősségre. Hogyan érjük el a 100%-ot? Most hova vannak betervezve a kollégáknak a megtalálása? Az ágazatomat Automation és HMI-nek hívják. Jelenleg ebben az ágazatban 230 kolléga dolgozik, 2 telephelyen vagyunk jelen, Budapesten, illetve Szegeden. A fő profilunk az ipari automatizálás, az ipari rendszerek kezelőfelületének a fejlesztése, illetve integráció tesztelése. Említhetek itt Mercedes, Audit, BMW-t, Volvo-t, de természetesen nem csak az autóiparban vagyunk jelen, hanem elektronika, élelmiszer vagy nyomdaipar, jelen vagyunk az egész világban. Fő motivációm az az, hogy azok az emberek, akik az ágazatban dolgoznak, örüljenek annak, hogy itt vannak, becsüljék meg ezeket a projekteket, az ügyfelek azok legyenek elégedettek velünk, illetve az, hogy innovatív termékeket, innovatív projekteket fejleszünk. Mikor Tündét kinevezték, kicsit azért aggódtunk, hogy idén a Kraft helyett a Glamour napokat fogjuk támogatni. De szerencsére alaptalan volt. Tündével nagyon jó együtt dolgozni, szinte az első perctől egy hullámhosszra kerültünk. Nem tudok Tündéhez olyan problémával érkezni, amire nem tudna egyből valamilyen megoldást javasolni. Nagyon pozitív kisugárzású, és remekül kommunikál az ügyféllel. Rendkívüli személyiség, nagyon határozott, de kedves és empatikus is. 21. századi munkahelynek, frissnek, barátságosnak, dinamikusnak kell lennie. Egy olyan helynek, ahol a kollégák nem csak dolgozni járnak be, viszont egymással tudnak kapcsolatokat teremteni, szórakozni, viccelődni, jó a hangulat, kreatívan tudnak dolgozni. A fő célom az az, hogy a nők körében népszerűsítsem az informatikát. Az, hogy megmutassam azt, hogy egy hölgy is lehet informatikus, lehet projektvezető, lehet csoportvezető, lehet ágazatvezető, és bármi, amit szeretne. Szabadidőmben csoportos coachingra járok,
Nagyon fontos számomra, hogy hozzám hasonló vezetői pozícióban lévő nőkkel tapasztalatot cseréljek. Megfigyeltem, hogy nagyon próbáltam alkalmazkodni, így a környezetemhez megfelelni. Amit megtanultam azóta az az, hogy viselkedjek úgy, ahogy én vagyok, amilyen én vagyok. Ez nem biztos, hogy mindenkinél elfogadást nyer, viszont ebben vagyok erős, abban, amit csinálok, abban, amilyen vagyok. Ilyenkor van kisugárzásom, úgyhogy az nagyon lényeges, hogy bármit csinálunk, ne veszítsük el saját magunkat. Az Avasoft számomra munkahely is, de amikor Magyarországra jöttem, az ismerőseim az Avasoft köréből alakultak ki. Három legjobb barátnőm Avasoftos, úgyhogy mondhatni, ott dolgozok és ott is élek.